Landplan Hotel, jövet menet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Dorog FC, Gyirmód FC, Győr a labdarúgó Merkantilbank Liga 15. fordulójában. A pirosmezes hazaiak az elmúlt 5 mérkőzésükön vesztesen hagyták el a pályát, most éppen ezért egy győzelemben bíztak Csertői Aurél együttese ellen. Azonban a sárga mezesek nem véletlenül tanyáznak a harmadik helyen, ráadásul a második legkevesebb gólt kapták a bajnokságban. A 11. percben egy hazai szabadrúgást követően a 16-oson belül alakult ki veszély, végül azonban Rusák kezében kötött ki a labda. Hiába a papírforma, a 19. percben egy jobboldali dorogi akció végén újra Rusáknak kellett játékba avatkozni. Egy perc múlva jöttek a vendégek. A 16-oson belülre ívelt labdát Simon András csúsztatta kapura, azonban Murcsicsnak nem okozott különösebb gondot a védés. A 29. percben egy gyirmóti támadást Heffler zárt le egy 23 méteres lövéssel. 33. perc, Szatmári ívelt balszéről a kapu elé, azonban az üresen maradt Varga Barnabás csak a kapu mellé csúsztatott. Nagy lehetőséget hibázott el a gyirmót. Még mindig az első félidőben jártunk, amikor a hazai védelem került főszerepbe. Előbb az ötös vonalon mentett Lustus, majd 2-3 passzal átforgatta a másik oldalra a labdát a gyirmót, a beadás után pedig szintén Lustus mentett nagyot Varga Barnabás elől. A második játékrész első helyzete is a gyirmóté volt. Herjecki került ígéretes helyzetbe a 16-oson belül, azonban a hazaiak szögletre mentettek. Amit Heffler ívelt a kapu elé, a hosszún érkező Lázár Patrik 7 méterről senkitől sem zavartatva lőhetett kapura. Murcsics nagy bravúrral hárított, majd fel tudtak szabadítani a hazaiak. 59. perc, Heffler a saját térfeléről ugratta ki remekül Szatmárit, aki betört a 16-oson belülre, azonban a védelem és Murcsics kapus együttes erővel szögletre mentett. 67. perc, Hudák tette Szatmárihoz, aki jó 25 méterről próbálkozott, azonban lövésébe beleért az egyik hazai védő, így jöhetett a szöglet. Nagy Patrik helyezte le a labdát a sarokrúgáshoz, és a beadása után a középen érkező Hudák fejelt 6 méterről a kapuba. A 68. percben Hudák Dávid bólintásával megszerezte a vendégcsapat a vezetést, és nem érdemtelenül. Alig 20 perc volt még hátra, amikor az eredményjelző 0-1-et mutatott. 76. perc, egy merész távoli próbálkozás, Kovács Máté 35 méteres szabadrúgása a felső lécen csattant, ami után még egy lövésbe kellett belevetődnie a gyirmóti gólszerzőnek. 10 perc volt még hátra, amikor egy jobboldali hazai támadás végén 10 méterről lőtt mellé Girsik. Maradt a vendégvezetés. A 87. percben Herjecki cselezgetett a jobb szélen, majd Szatmárit ugratta ki, aki éles helyzetből a kapu mellé lőtt. Már hosszabbítás zajlott, mikor egy vendég kontrát láthattak a nézők. Majer Ádám lépett volna ki egyedül, azonban hosszan szöktette magát, így oda a helyzet. A 93. percben pedig egy újabb gyirmóti kontra. Ismét Majer indult be jó helyre, majd szöktette Herjeckit. A vendég támadó már az ötös sarkánál járt szemben a kapussal, azonban Riasko az utolsó pillanatban menteni tudott. A gyirmót újabb győzelmével maradt a harmadik a tabellán. Legközelebb a Nyíregyháza Spartacus FC-t fogadják vasárnap 19 óra 45 perctől az Alkufel stadionban. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.